mert nagyon az elején van ez a, majdnem azt mondom, hogy beruházás, de ezt már párszor elmondtam, hogy nekem ez nem is annyira tűnik beruházásnak. Ez a 3 millió forintos törzstőkejű cég 4,6 milliárd forintos állami támogatása, ez én elhiszem, hogy bemondásra 10-akárhány milliárdos beruházást tervez egy egyébként ismeretlen beruházó, de nehéz ebben hinni, hogy ez valóban a világ legfejlettebb technológiája és ajándék lenne a környéknek. Mint ahogy arról már több médium beszámolt, az Andrada Kft. Akkumulátor újrahasznosító üzemet építene Sóskúton. Csak hogy a szlovén tulajdonú céget a hazai akkugyárak és feldolgozók körüli botrányok miatt már Alsó-Zsolcáról is elzavarták a helyi lakosok. A lakosság viszont Sóskúton is tiltakozik a beruházás ellen. Ez kiderült a január 30-ára tervezett közmeghallgatáson, ahol az Andrada tartott volna tájékoztatót, és ahová kizárólag lakcímkártyával mehettek volna be a helyiek. Viszont mivel nem csak a sóskutiak, hanem a környékbeli településen élők is tiltakoznak a környezetszennyezőnek ítélt beruházás ellen, nem csoda, hogy a dühös tömeg ellepte a helyszínt, ahonnan a cég képviselői és a polgármester végül sietve eltávozott. Menekülőre fogtam itt! Hazaárulás után lesz kell! Menekülőre! Miután König Ferenc polgármester rendőri segítséggel hazament, a sóskutiak és a környékbeliek az LMP kezdeményezésére békés fáklyás felvonulást tartottak. Ez a fáklyás felvonulás ez elmenne a polgármesteri hivatalig, és ugyanide jönnénk vissza. Sóskutiként, akinek a szülei, dédszülei, ükszülei is itt születtek és itt élték dolgos, földműves életüket, azoknak is tartozunk azzal, amikor azt mondjuk, hogy nem. Nem kérünk abból, amit az alsó-zsolcaiak is elutasítottak. A környéken élő vidéki magyar emberek épp azt teszik, amit a kormány a zászlajára tűzött. Vagyis a magyar földet, a magyar kisembert védik, a külföldi nagyvállalat érdekével szemben. Ez viszont különösen nehéz helyzet elé állítja a kormánypárti médiumokat. Hiszen épp azok ellen, a magyar emberek ellen kell érvelniük, akikre eddig hivatkoztak. Én azt teljesen helyesnek és indokoltnak tartom, hogy egy beruházás esetén a környéken lakók teljes körű világos tájékoztást kapjanak. Ez szerintem érdeke az önkormányzatnak és érdeke a beruházónak is. Én nem lakom Sóskúton, nem tudom megítélni, hogy ez itt teljes egészében megtörtént-e vagy sem. Az biztos, hogy ennek az egyik módja az a közmeghallgatás, amit sikerült egy teljesen vállalhatatlan és jól szervezett, és talán nem is Sóskútról induló fellépéssel szétverni. Mivel a környezeti és társadalmi aggályokat nehéz lenne vitatni, ezért a helybeliek hitelességét vonják kérdőre. Ahogy azt korábban is tették, a debreceni akkumulátorgyár elleni lakossági fellépés esetében. Népszavazás, előterjesztés, tüntetés, vitanap, egyre több eszközt próbálnak bevetni a baloldali pártok annak érdekében, hogy megakadályozzák Magyarország történetének legnagyobb beruházását. Egyre több adat és videó bizonyítja, hogy áldebreceniek mozgolódnak a debreceni akkumulátorgyár elleni hangulatkeltők között. Erről ír a Magyar Nemzet. A kormánypárti média állításaival szemben azonban a debreceni akkuberuházás ügyében is maguk az ott élő érintett lakosok követeltek, és követelnek most is jogot a beleszólásra. Ez nekünk nagyon fontos ügy, mert felelősséget vállaltunk, és döntöttek a fejünk felett, és úgy érezzük, hogy át vagyunk vágva, ki vagyunk szolgáltatva egy nemzetközi beruházónak. Az állampolgári ellenállással szemben a kormánynak már akkor sem voltak érvei. Szintet léptek ma aljaságban a sorosista szervezetek Debrecenben. És a sóskúti tiltakozás kapcsán sem képes a kormányzat a beruházás mellett érveket felsorakoztatni, sőt, titkolóznak a helyiek előtt. Miközben a környékbeliek pontosan tudják, hogy mit is jelent, ha egy veszélyes üzem kerül a szomszédságukba. Sehol sincs egyeztetés a településekkel, hanem egész egyszerűen itt is hallottuk a faluban is, hogy ide jött Szijjártó, és azt mondta a polgármesternek, hogy akkor Alsó-Zsolcáról ki lett penderítve ez a Andrada, és akkor most itt lesz. Hát én tárnokról érkeztem, van két gyermekem, kicsik, én úgy gondolom, hogy kötelességem kiállni értük is, és a teljes társadalomért, mert tulajdonképpen ezt az 50 akkumulátorgyárat
nem szabad engedni, hiszen nem csak erről az egy ügyről van szó, én úgy gondolom. Igazából én azt látom, hogy az emberek nagy részének itt a bizalomvesztés a fő ok, amiért jöttek ide. Nem ez a jó irány, hogy egy akkumulátorgyárakat engedünk be ide. És természetesen a környezetszennyezéstől is tartok. Szerintem most ez a négy település összeállt, ugye Érd, Pusztazámor, Tárnok és Soskút, nem tudom elképzelni, hogy ne folytatódna.